Sziasztok, Nyári Zoli vagyok, és most az automatizációkkal kapcsolatban szeretnék pár trükköt megmutatni. Leginkább kezdjük azzal, amikor egy plugin paramétert akarunk automatizálni. Akkor ugye megnyitjuk az automatizációs menüt, és kiválasztjuk azt a paramétert, amit hozzá akarunk adni. Csak hogy itt annyi paraméter van, hogy e között nagyon könnyű elveszni, és mire kikeressük, addigra ugye lemegy a nap. Ezért ezt inkább hagyjuk. Helyette nyissuk inkább meg az inspektort, majd a plugint. Itt beraktam egy fetch channelt, és a high pass filtert fogjuk automatizálni, mégpedig úgy, hogy rákattintunk, és nyomunk egy option A-t. És itt látható, hogy meg is jelent ez a paraméter, amit aztán el tudunk kezdeni rajzolgatni. És amikor lejátszuk, na akkor látható, hogy gyönyörűen ugrál a high pass filterünk. Azonban a dolog az nem áll meg itt, hiszen nem csak gyári pluginekkel működik, hanem más gyártókéval is. Én itt beraktam egy Nektár 3-at, amihez hozzáadunk egy Harmony modult. Ennek rákattintunk a bekapcsoló gombjára, mert tegyük fel, hogy egy éneksávra húztuk rá, és azt szeretnénk, hogy bizonyos részeken jöjjön be vokál, bizonyos részeken pedig ne. Kijelöljük, hogy itt jöjjön itt is mondjuk. És nézzük, figyeljétek a modult. Pöpec, csak a kívánt helyeken van vokálunk. A dolog ugyanúgy működik egyébként hangszersávokon is, vagyis virtuális hangszersávokon. Mondjuk egy presence-t nyitunk meg, ami gyári presonus szinti. Kiválasztjuk a megfelelő hangszint, majd azt mondjuk, hogy legyen mondjuk a cutoff, amit automatizálunk. Rákattintunk, option A, és meg is jelenik a paraméter. Itt is el tudjuk kezdeni a rajzolgatást, és látható, hogy a cutoff potméter mozog. Amire még ki kellene térni, az a szabad kézzel történő rajzolás, mert hogy van erre lehetőség. A szabad kézzel történő rajzolás azonban nem olyan kézenfekvő, hiszen itt látható, hogy freehandre van állítva. Azonban, hogyha kiválasztjuk a hangerőt és elkezdjük rajzolni, akkor látható, hogy lineáris vonalakat kezd el behúzni a szoftver, amik ráadásul a gridhez vannak rendelve. Bizonyos esetekben, hogyha pont ezt keressük, akkor ez nagyon jó, ha nem, akkor ettől úgy tudunk megszabadulni, hogy nyomunk egy N billentyűt, amivel kikapcsoltuk ezt a snap to grid funkciót, és innentől kezdve a dolog valódi freehandé válik, vagyis nem feltétlenül lineáris vonalakat fogunk kapni. Amennyiben több sávot szeretnénk egyszerre automatizálni, és teljesen ugyanazt a paramétert, ami mondjuk legyen jelen esetben a panoráma, ezeket kijelöljük mind a három sávon, úgy szimplán a kijelölő eszközünkkel is tudunk több sávot kijelölni, és azoknak a paramétereit tudjuk majd egyszerre is állítani. Köszi, hogy megnéztétek, sziasztok!